Szeretettel köszöntöm a tisztelt nézőket, áprilisi Líder Percek műsorunkat tekinthetik meg, és engedjék meg, hogy nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem a stúdióban Bíró Zoltánt, a Szatmár Líder Közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetőjét. Hát azért eh, eh, annak ellenére, hogy igen-igen komoly helyzet van az egész világban, és a természetesen állunk Magyarországon is itt a vírusveszély okozta, a járvány okozta következmények miatt, az élet nem áll meg. Természetesen nem áll meg a líderrel kapcsolatban sem a tevékenységek sora. És hát most április 10-én egy olyan kormányrendelet jelent meg, a 98 per 2020-as kormányrendelet, amely én azt gondolom, hogy bizony nagyon-nagyon fontos útmutatásokat tartalmaz. Ezzel kapcsolatban szeretném arra megkérni a munkaszervezet vezetőjét, hogy ossza meg gondolatait a televízió nézőivel. Én is sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőit, illetve a rádió hallgatóit. Ahogy fogalmaztál, e hónap közepén jelent meg a 98 2020-as kormányrendelet, ami az egyes fejlesztések, illetve fejlesztés politikai tárgyú rendeleteknek, többek közt a 272 2014-es kormányrendeletnek a rendkívüli veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szól. Gyakorlatilag ez nem csak a vidékfejlesztési program pályázatait illeti, hiszen mi elsősorban ugye ezzel foglalkozunk, és a líder is ehhez tartozik, hanem az összes többi pályázatot, ami Európai Uniós, illetve még a magyar hazai forrású pályázatokra is vonatkoznak belőle bizonyos részek, ha csak mondjuk a Magyar Falu programra gondolunk. És ugye konkrétan néhány dolgot, hogyha kiemelnénk a mi gyakorlati tapasztalatok, illetve visszakérdezések alapján, hozzánk beérkezik, akkor elmondhatjuk, hogy automatikusan ez a, ez a, rendelet meghosszabbította a projekt fizikai befejezésének a határidejét három hónappal. Tehát, hogyha valakinek mondjuk április 30-án jár le a mérföldköve, vagy a projekt fizikai befejezése, <kül> és valamilyen oknál fogva nem tudta teljesíteni azokat a kritériumokat, amik alapján úgy el tudna most számolni, akkor ez automatikusan három hónappal meghosszabbodik. Jelen esetben a példánk szerint akkor ez ugye július 30-ára tolódik ki. Ahogy említettem, a mérföldkövekre vonatkozik, vonatkozik a projekt fizikai befejezésére ez a három hónapos határidő, illetve van egy olyan passzusa is ennek a rendelkezésnek, ami a rendezvényekre, képzésekre, mondjuk az utazásokra vagy szállásokra vonatkozik. Abban az esetben, hogyha ezt nem sikerült az adott időszakban a koronavírus elleni védekezés időszakában ezeket megtartani, vagy nem sikerült ugye ezt az utazási költséget kimeríteni, akkor ezt vízmajornak kell tekinteni, tehát gyakorlatilag ezzel nem kell elszámolni. Feltéve akkor, hogyha mondjuk egy biztosítás volt rá kötve, és akkor ugye ezt a kedvezményezet vissza tudja kapni, vagy hogyha felbontották a más a másik a szerződést, és gyakorlatilag így nem valósult meg. Mondjuk az utazás, az étkezés, vagy a szállás költség. Tehát gyakorlatilag ez is egyfajta könnyítés jelent. Ha valaki már befejezte mondjuk a projektjét, és beadja az záró kifizetési kérelmét, vagy elszámolását, akkor gyakorlatilag nagyon minimális feltételeknek kell megfelelnie, tehát gyakorlatilag amit be kell csatolni. Az elszámoláshoz az természetesen a számla, a számla részletező, hogyha van hozzám, akkor a számla kiegyenlítését igazoló banki kivonatot, vagy pénztárbizonylatot, valamint a szerződést. Tehát gyakorlatilag ezek a minimum feltételek, amik már elegendők ahhoz, hogy valaki egy elszámolásba tudjon nyújtani. De természetesen a hozzá kapcsolódó dokumentumoknak rendelkezésre kell állni, hiszen hogyha a veszélyhelyzet lejár, és utána ugye helyszíni ellenőrzésre kerül majd sor, akkor például egy tárgyi kartonnak rendelkezésre kell állni, a különböző teljesítési igazolásoknak, még felelősségi nyilatkozatoknak, stb. Hogy ezeknek mind-mind ott kell lenni majd a kedvezményezetnél. És ha már úgy a helyszíni ellenőrzésről beszéltünk, akkor természetesen ebbe az időszakban ezek is felfüggesztésre kerültek. Tehát gyakorlatilag anélkül is jóvá hagyhatják az elszámolást, és megkaphatja az ügyfél a támogatást, hogy nem kerül sor helyszíni ellenőrzésre. De tapasztalataink azt mutatják, hogy gyakorlatilag egy a fotódokumentációt be szoktak kérni az irányító hatósághoz, vagy a kifizető ügynökséghez, ami alapján tudja bizonyítani az ügyfél, hogy megvalósította a projektjét. Tehát mondjuk egy eszközt vásárolt, akkor ugye nyilván azt az eszközt le kell fényképezni, akkor a projekttáblát közelről, távolról szintén le kell fényképezni, vagy egy épületnek a felújítását, vagy megépítését, akkor azt körbe kell fotózni, és ezt be kell csatolni. Nyilván ezzel is segítik az irányító hatóságnak a munkáját, és lehet, hogy a képsőbbiek során ez alapján már ki is váltotta a helyszínelezést, és gyakorlatilag így nem kerülhet majd rá a későbbiekben sem sor. Hát úgy gondolom, hogy ezek valóban nagyon sok szempontból könnyítés jelenthetnek mindazoknak, akik részei ezeknek a különböző projekteknek. És hát azért ebben a helyzetben, itt a járványveszély okozta a helyzetben biztos, hogy vannak is olyan akadályok, amelyek azt jelenthetik, hogy nem sikerült volna mindent az eredeti határidőre befejezni, megoldani akkor, ha jól értelmezzük, gyakorlatilag ez egy automatikus hosszabbítás jelent most, ami azt jelenti, hogy semmiféle fajta írásbeli vagy kérelembenyújtási kötelezettség nem terhel senkit sem, hanem ez az a projekt, hogyha folyamatban volt, automatikusan hosszabbodik a három hónappal. Így van. Nyilván, hogyha valaki meg tudta oldani, és már határidőre be tudta fejezni a projektet, akkor be tudja adni az elszámolását. Tehát az irányító hatóság gyakorlatilag ő automatikusnak veszi az előbb leírtakat, a kormányrendeletben a foglaltakat, ha valaki pedig ennek ellenére tudja teljesíteni a feltételeket, ugyanúgy, mint ugye a hitelfizetési moratórium esetén, akkor gyakorlatilag benyújtja az elszámolását, és akkor annak megfelelően fognak eljárni. A támogatások, a kifizetések ebben a helyzetben nem nehézkesebbek-e? Nem mennek-e hát sokkal ugye zögt, sokkal több zöggenővel? Mennyire lehet ezt megoldani, de mennyire mehet zökkenőmentesen a kifizetések a pályázatban, projektekben, részvevők irányába? Mi a visszajelzések alapján azt tapasztaltuk, hogy még inkább felgyorsult a kifizetéseknek a, a mértéke és az üteme a veszélyhelyzet előtti időszakhoz képest, hiszen ugye a kormányzati szándék az, hogy minél hamarabb megkaphassák a vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek azokat a pénzeket, amikre pályáztak, és gyakorlatilag ebben az időszakban ez a támogatási összegez bizony sok. Vállalkozás számára akár túlélést is biztosíthat, hiszen ugye elég nehéz helyzetbe kerültek most különösen bizonyos szektorok. Tehát a felgyorsult kifizetések gyakorlatilag lehetővé teszik azt, hogy esetleg egy-egy vállalkozásnak ne álljon olyan hosszú ideig benne a, a saját tőkéje, hiszen ugye ezek. Pályázatok többnyire utófinanszírozottak, tehát meg kell előre finanszírozni az adott kedvezményezetnek, és az elszámolás után kapja vissza majd a támogatás részét. De nem csak a kifizetési kérem meggyorsultak fel, hanem a beadott pályázatoknak az elbírálása is. Mi azt tapasztaltuk, hogy ott is vannak egyfajta könnyítések, illetve, ahogy az előbb említettem, itt is sokkal hamarabb lehet számítani akár a támogatói okiratoknak, vagy a támogatási szerződéseknek a, a kiküldésére. Foglalkoztatási kötelezettség, ugye az is egy hát elég kardinális kérdés lehet most ebben a helyzetben. Ezzel kapcsolatban esetleg akiknek ehhez fűződően vannak kötelezettségei a különböző projektekben, mit tudunk elmondani? Igen, hogyha valaki a fenntartási időszakra vállalta be az is létszámnak a a megtartását vagy továbbfoglalkoztatását, akkor gyakorlatilag ettől eltekint az irányító hatóság, tehát eznek nem kell eleget tenni, kivéve az az eset, hogyha maga a projekt kifejezetten munkahely létesítésre vagy munkahely megtartásra irányult, tehát nyilván ott ugye ez szükséges, de az egyéb esetekben, ha valaki mondjuk plusz pontszám miatt vállalta be a létszám fenntartását, akkor attól eltekint az irányítóhatóság, tehát ennek a veszélyhelyzet idején, és a fenntartási időszakban nem kell eleget tenni a kormányrendelet alapján. Tehát gyakorlatilag ez is egy óriási könnyítés jelent. Én mindazokból, amit itt a munkaszervezet vezetője tájékoztatásként elmondott számunkra, én azt szűröm le, hogy mindenféleképpen azért a magyar kormány mindent elkövet annak érdekében, hogy ebben a helyzetben, és itt most ugye mondjuk épp a LIDER tevékenységhez kapcsolódóan, és amit ez a járvány helyzet, ez a vírus veszély okozott, ne legyenek fennakadások, hogy azok a projektészelők, azok a pályázati partnerek, akik ugye bekapcsolódtak ezekbe a különböző projektekbe, támogatási formákba, azoknak ezek zöggenőmentesen bonyolíthatók legyenek az elkövetkezendők során is. Gondolom természetesen, ha a vírus helyzet, a vírus veszély elmúlik természetesen uh, ugyanúgy uh, ezek az elszámolásokkal uh, meg kell tudni majd ugye birkózni a projekt részeinek, és ezekkel kötelességük lesz azért elszámolni. Így van, tehát ahogy fogalmaztál gyakorlatilag ugyanez olvasható ki az adott kormányrendeletből is, ami leírja, hogy a veszélyhelyzet elmúltát követően gyakorlatilag ez a rendelet ugye a hatáját veszti, és gyakorlatilag a korábbi rendeletek fogják ugyanúgy az irányt megszabni, az elszámolások, illetve a támogatási kérelmek tekintetében is. Azt gondolom, hogy nagyon sok biztató dologról tudtunk beszámolni, Én tehát nagyon sok olyan dologról tudtunk beszámolni, amelyek mindenféleképpen megkönnyíthetik a gazdasági élet részvevőinek, a projektekben részvevőknek is. Én azt gondolom, hogy a munkáját, az életét... Hát nem egyszerű ez az élethelyzet most egyikünk számára sem. Hát a munkaszervezet vezető úrnak is hát bizony iker pár gyermekeiért kell aggódnia, azért idős édesanyjáért kell aggódnia. Gondolom, hogy, hogy mindent igyekeztek ti is elkövetni annak érdekében, hogy, hogy azért ez a járvány a családot nevezéztethesse. Így van, tehát eléggé nehéz időszak Vagyunk túl eddig is, reméljük, hogy a következő előttünk lévő időszak az már rövidebb lesz, mint amit magunk mögött tudhatunk már, de nem egyszerű ugye senkinek, akár a digitális oktatásra, vagy az otthon történő munkavégzésre gondolunk, vagy a bevásárlásoknak a lebonyolítására. Ezek mind-mind olyan feladatokat rónak az emberre, amihez eddig nem volt hozzászokva, és gyakorlatilag ez nagy kihívás elé állít mindannyiunkat. Hát reméljük, hogy mind a munkánkban, mind a magánéletünkben minden kihívással a továbbiakban is meg fogunk tudni küzdeni. Én nagyon szépen köszönöm Biro Zoltánnak, a Szatmá Lider Közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetőjének, hogy megosztotta ezeket a roppant hasznos információkat velünk, és nagyon szépen megköszönöm valamennyi néző kitüntető figyelmét. A Lider perceket, az áprilisi Lider perceket látták.